Európa nem arra kíváncsi, hogyan utánozzuk, hanem arra, amit mi Magyarország adhatunk hozzá az európai kultúrához, mondta a magyar zenetudós Kodály Zoltán. És mi hozhatná közelebb az öreg kontinens lakóit egymáshoz, mint népzenéjük és néptáncuk, mely megmutatja a nemzetek lelkét. Magyarország sajátos helyzetben van. Viharos történelme során nem csak az országot szabdalták szét, hanem a nemzetünk tudatát is. A 21. századba lépve már szinte szégyeltük saját táncunkat és zenénket. Gazdag és bölcs néphagyományaink pedig porosan heveltek a felesleges emlékek ládájában. 10, 9, 8, 7! Mi hozta ismét divatba a magyar folklór? Jó estét kívánunk! Múlt pénteken feledhetetlen pillanatokat éltünk át. Biztosak vagyunk benne, hogy nem lesz ez másként ma sem. Engedjék meg, hogy bemutassuk az MTV-a Fölszállott a fáva című népzenei és néptáncos tehetségkutató műsorát, amelyen már harmadik, most éppen gyermek évadánál jár, s rögös útját meglepő siker övezi, vagy nem is annyira meglepő. Fölszállott a fáva? Hát azért szeretem, mert a szerintem a magyar hagyománynak a legjellegzetesebb megjelenése a mai világban. Nagyon magyaros, nagyon a miénk. Micsoda hangulat! Micsoda tehetségek! Nem tiszteli a múltatot, az jövőt sem tiszteli, tehát a hagyomány a legfontosabb. Biztos tette a lajokat. Hát de ezt meg is tudjuk kérdezni. Jó táncolni, szépen énekelni. Mi kell mi? Ha önök is szeretnének mindent megtenni kedvencükért, akkor szavazzanak. 20-30 éve ilyen műsort nem láttam a tévében. Olyan minőség, olyan színvonal, amit egyszerűen utánozhatatlan. Nézzünk be a kulisszák mögé, méghozzá Berett István segítségével, aki a 2012-es első széria győzteseként immár a zsűri székében ül. Amikor 2012-ben olvastam a versenykiírást, egyrészt eszembe jutott, hogy jaj, de jó, hogy ez létrejött, bár voltak kérdéseink. Attól tartottunk, hogy majd a tévének a csillogása, villogása, ezek el fogják vinni a műfajt. A tévének úgy néz ki, hogy beigazolódtak az állításai. Jót tett a nézettségnek a verseny is. A kamera közelebb hozza az arcokat. Hány kávét ittatok ma? Egyet sem. Akkor dopingvizsgálatot követelek viszont. Néha-néha ő vezet engem. Ez nem igaz. Tornázik. Akkor a bicikli, hogy csuda. Én nem tudom elhívni. Sziasztok! Nekem egy kicsit oválisabb a fejem, neki meg kerekebb. Én érzékenyebb vagyok, meg kicsit rosszom. Kicsit rosszabb is vagy, úgyhogy jó, ezzel nem bírunk megegyezni. Ez az őszinteség, ami közelebb vitte és bevitte az emberek otthonába és az emberek szívébe ezt a műfajt. Ennek a nemzetnek mindig arra van szüksége, hogy önmagára tudjon ismerni. Önmagára ismerni, pedig csak ez az ősi kultúrája által tud. Sajátos helyzetben vagyunk Európában abból a szempontból, hogy saját magunkkal vagyunk határosak. Eddigből jöttem Csíkmadarasról. Jól érzem magam. Ez nekem egy örök emlék maradt. Azok a határon túli gyerekek, akik itt megjelentek, olyan magabiztossággal léptek föl, hogy szinte észre sem lehetett venni, hogy ők nem idevalósiak, és ezt teszi az a kultúra. Én Csangó vagyok. Mi Palócok. Nem ugyanabban az országban élünk. Én Romániában, ők vagyok Magyarországon. Mégis. Magyarok vagyunk. Magyarok vagyunk mind a ketten. És mind a hárman. Mind a hárman, bocsánat. Itt olyan gyönyörű együttélés van. Ez is nagyon fontos erény ennek a műsornak. Édesapám is és nagypapám is horvát, Magyarországon élünk. Mi ezt folytatni fogjuk és ápoljuk őseink hagyományát. Azért jelentkeztem ide a fávába, mert szerettem volna hát, hogy barátkozzunk össze, és tanuljanak tőlem, és én is tőlem. Hát büszkék vagyunk arra, hogy cigányok vagyunk. Példaértékeket kell felmutatni, ahhoz, hogy tudjunk érvényesülni és megmutatkozni. Erre nagyon jó a fáva. Nincs sírás! Igen! Nincs szopogás! Igen! Hanem öröm van! Igen!
ez a kultúra nem vitrínbe való, és ez alatt azt értem, hogy az ének és a tánc boldogságot okoz, és hogy eközben még a saját több ezer éves kultúránkat is őrizzük, ez egy olyan gyönyörű szimbiózis, ami miatt ezt csinálni kell.